szia! Van-e most hülyefájni? Fűnyíróba. Ez jó csoportba tedd fel mindegyiket. Nehogy a kezed elbillenjen valami erre, mert akkor baleset lesz. Neked nem baleset lesz. Nagyon jó volt a tegnapi nap is, és a mai napunk is. Úgy érzem, hogy ennél csak jobb lesz. Jó vagy, Pisti? Igen. Még nem ittam semmit, mert már nyalj a fülem. Nagyon jó. Én úgy gondolom, hogy ezek a kis változtatások a pályában csak jó irányba mentek. Belülről érzünk egy kis dolgot, de hát az még visszajön majd a feelinggel és a többi gyorsasági szakasszal együtt. Én bízok benne, hogy ez csak egy ilyen kezdő. Lehet, hogy már ismeritek az előző videókból is. Velem így kezdeni, te mindenbe belesz. Ez úgyis delete lesz. Nem mondhatod. Mit szeretnél hallani? A tegnap este az jónak mondható. Sokat váltunk. Megint. Mindig őszintén mondom. Ettől függetlenül, mikor leértünk, tehát már itt a rajtva, ott már azt mondtam, hogy jó, itt akkor próbáljunk úgy menni, ahogy kell. Az elején nem sikerült, a végén már igen. A mai azt szerintem picikét talán jobban sikerült, még a sok tolódásnak köszönhetően is, mert majdnem egy óra volt, mikor az elsőt le tudtam menni a Seidanon. Mentünk kettőt a négyből, de úgy voltam vele az előzőjekben is, mindig kettőt mentem, ezen a tendencián már nem fogok most változtatni semmit. Tehát ha kettő van nekem előjövő, akkor kettőt megyünk. Én úgy érzem, azon is jót mentünk. Gondolom a nézőknek tetszett, a pozitív visszajelzések jöttek egyébként a beírónál, hogy szép, meg jó, amit csinálunk. Miattunk is jönnek, és ez nagyon jó érzéssel tölt el. Melvin Bowman, légy szíves. Itt, ezt a Melvin Bowman. Nem csípni, mást.
Tehát megint azt tudom mondani, hogy viselhetetlen egyébként a szervis csapat, tehát nem tudok rájuk mit mondani. Most egyébként még bírnak állni, még normálisak most, hát nem normálisak, de mennyire innen, mert megöllek! Mindig próbálkozom normálisan lenni. Mennyire innen! Úgyhogy ennyi, tehát nem tudsz ezzel mit kezdeni, tehát ilyenek. Mint az elmúlt 3-4 napban az mindennapos történet, ez reggeltől reggelig, így megy. Értem. És mik a tervek a hátralévő naposzta? Hát nem ezek, ami most történt. Próbálunk az autóval is menni. Bízom benne, minél többet tudunk menni. Eddig úgy érzem, hogy az autó az jól teszi a dolgát. Nekem bele kell rázódni, de azon vagyok, hogy ez sikerüljön. Szerintem az irány jó, de van még mit tanulni, fejlődni továbbra is. Misszánó az nem az én világom. Ez a másik, ez igen, ez a kis poros dzsuvás, hát ez óriási. Ez a pályautózás, hát nem. Ha azt akarnám, akkor mennék valami pályakocsival. Azzal is tudnék menni, ezzel se. Kocsi? Az zsír. Nagyon jó. Az teszi a dolgát, az most nem kérdez, hála az égnek. Ez most nagyon jó. Maradjon is így, majd vasárnap is ugyanígy szeretnék nyilatkozni, nagyon jó a kocsi. És egyben van. Egy percünk van, Pisti! Óra 9-re? Mennyi van? Nem nézzük meg, vagy nekem? Hát figyelj! Tudod, hogy ezek itt a hírek, tehát elkezd. Állj már, fagy! Így, hol van? Nem akarsz kívánni, hogy Yeah!
próbálom minden faszahót. Frissítottam, nagyon jó, tetszik. Óriási. De szerintem az embereknek is. Srácok azért mit dolgoznak? Szerintem a pálinkás borot lejtették, azt keresik. Vagy a sörgurú, vagy a pálinkás bor, nem tudom, a kettő közül. De mindig keresik, szerintem meg lesz nem soká. Mondjuk a szerszer nem tudom mihez kell, de próbálkoznak. Lehet, hogy valami leegeztet végig, nem tudom. Na, nem. Szerintem beakadt a pohár. Meg az is látom. Végül is a szokásainkhoz híven tartjuk a jó hangulatot az egész service park területén. Szerintem mindenki belőlünk merít előtt. De hát ez van. Ezért jöttünk. Jó legyen a hangulat. Hülye gyerek, hát tényleg a
akkor a délcege perceg vagy. Nekünk így látom. Hát a sor égetek is a pillanat, ez jövőtöke. Nem találok szavakat. Óriási volt. Az autó viszonylag jól működött az elejétől kezdve. A mai nappal szenvedtünk, az első kettőn. Be is forogtunk. Leállt a motor, nem értem, hogy. De ezeket leszámítva, apró dolgok. Helyre hoztuk, megcsináltuk, már most a legutolsó már most leforogta magát. Viszont az olaj az ömli szegényből. De végig kibírta, megcsináltuk. Egy bal hátsó sávvédő, vagy csere, vagy egyengetés történt vele, de ezt leszállítva. Itt vagyunk, jól vagyunk, köszönjük. Ez egy fantasztikus dolog. Nem tudok rá mit mondani, nem találok szavakat. Tehát annyi ember, ami itt volt megint, tehát ez óriási. Úgyhogy meg ezúton mindenkinek gratulálok az összes magyarnak, aki bejött a célba.